Péntek délutántól vasárnap estig pattogott a labda az újfehértói szabadidő központban, ahol harmadik alkalommal rendezték meg a Diego Kupa kispályás futballtornát. A 35 év feletti játékosokat felvonultató csapatokban több korábbi élvonalbeli labdarúgó is pályára lépett. A megyebeli együttesek mellett Hajdú-Biharból, Borsodból, Baranyából és a határon túlról is érkeztek csapatok. Több mint 3 hónap van benne. Nem azt mondom, hogy éjjel-nappal, de nagyon sok telefont és nagyon sok e-mailt el kell küldenünk ahhoz, hogy jó csapatokat tudjunk idehozni. Általában ilyen közel 40-50 csapatból válogatunk, és úgy tudjuk összehozni ezt a rangos tornát. Óriási küzdelmek vannak, ugye itt volt az első, az A csoport, ugye ott 3-5 pontos csapat volt, tehát itt az utolsó percig kell küzdeni mindenkinek, hogy az első kettőből tovább tudjon menni. Újfehértó polgármestere elmondta, szeretné, ha a jövőben nem csak alkalmi futballtornáknak adna otthont a létesítmény. Mindenképpen szeretnénk jövő évben egy városi kispályás bajnokságot elindítani, illetve ugye Újfehértón hagyományai voltak korábban a futszának. Én emlékszem rá, amikor hétfő esténként zsúfolásig megtelt a csarnok és szurkolt a helyi csapatnak. Én kértem a helyi futball szerető ismerőseimet, és barátaimat, hogy alkossanak, legyen jövőre egy csapat, és akkor nevezzünk be a regionális futszal bajnokságba, hogy Újfehértón ismét lehessen terem sportágban élet. A tornát végül a tavaly előtti győztes nyíregyházi Standox nyerte a debreceni Elszállít csapata előtt. Harmadik helyen a nyíregyházi Diego, negyediken pedig a hajdúböszörményi Tungsram végzett. A gólkirályi címet a Diegós Orosz Péter szerezte meg, a legjobb kapusnak az Elszállítban védő Elek Gergőt, a legjobb játékosnak pedig a Standoxos Erdély Zoltánt választották meg a szakemberek.